Sziasztok! Illés Alexa vagyok, a Pécsi Nemzeti Színház színésznője. És most Benedek Elek legszebb meséiből fogok nektek felolvasni, méghozzá a Sómesét. Volt egyszer egy öreg király, és annak három szép leánya. A fél lába már a koporsóban volt a királynak, szerette volna mind a három leányát férjhez adni. Hiszen ez nem is lehet volna nehéz, mert három országa volt, mind a három leányára jutott, hát egy-egy ország. Hanem amiképpen nincs három egyforma alma, azonképp a három ország sem volt egyforma. Azt mondta hát egyszer a király a leányainak, hogy annak adja a legszebbik országát, amelyik őt legjobban szereti. Sorba kérdezte a leányokat, kezdette a legidősebbikkel. Felelj nekem, édes leányom, hogy szeretsz engem? Mint a galamba tiszta búzát, mondta a leány. Hát te, édes leányom, kérdezte a középsőt. Én úgy, édesapám, mint forró nyárban a szellőt. Na most téged kérdezlek, fordult a legkisebbikhez. Mondjad, hogy szeretsz? Úgy, édesapám, ahogy az emberek a sót, felelte a kicsi király kisasszony. Mit beszélsz, de haszontalan lélek, förmet rá a király. Kitakarodj az udvaromból, de még az országomból is. Ne is lássalak, ha csak ennyire szeretsz. Hiába sírt, könyörgött a király kisasszony, hiába magyarázta, hogy az emberek így meg úgy szeretik a sót, nem volt kegyelem. Világgá kellett, hogy menjen a kicsi király kisasszony. Elindult keserve sírás közt a kicsi király kisasszony, s betévedt egy rengeteg erdőbe. Onnan nem is tudott kivergődni, szállást vert egy odvas fában, s kikiárt az erdőbe. Szedett epret, málnát, szedret, mogyorót, s amit csak talált. Úgy éldegélt egymagában. Egyszer, mikor már egy esztendő is eltelt volt, arra vetődött a szomszéd királyfi, s ez megpillantotta a király kisasszonyt a málnabokrok közt. De a király kisasszony is észrevette a királyfit, s nagy ilyetten beszaladt a faodvába. Utána megy a királyfi, s beszól. Ki van itt? A király kisasszony meghúzódott az odúban, reszketett, mint a nyárfa levél, s egy szó nem sok, annyit sem szólt. Újra kérdi a királyfi. Hé, ki van itt? Embere vagy ördög? Ha ember, jöjjön ki, ha ördög, menjen a pokol fenekére. A király kisasszony most sem mert megszólalni. Harmadszor is kérdi a királyfi. Hé, ki van itt? Szóljon, embere vagy ördög, mert mindjárt belövök. De már erre megijedt szörnyen a kis király kisasszony, s kibújt a faodvából, nagy szipogva szepegve. Rongyos, piszkos volt a ruhája, szégyelte magát erősen, s keserves könyhullatás közt mondta el a királyfinak, hogy ki, s mi ő. Megtetszett a királyfinak a király kisasszony, mert akármilyen rongyos volt, akármilyen piszkos volt a ruhája, szép volt, kellemetes volt az arca. Szép gyöngén megfogta a kezét. Hazavezette a palotájába, ott felöltöztette drága aranyos gyémántos ruhába, s két hetet sem várt, de még egyet sem, azt gondolom, hogy még egy napot sem, de talán még egy órát sem, megesküdtek, s csaptak akkora lakodalmat, hogy no. Telt múlt az idő, a fiatal pár nagy békességben élt, úgy szerették egymást, mint két galamb. Azt mondta egyszer a királyfi. No, feleség, én akkor, amikor először megláttalak, nem is igen firtattam, hogy miért kergetett el az apád. Mondd meg nekem a tiszta valóságot. Lelkem, uram, mondja a királyné. Én másként most sem mondhatom. Azt kérdezte az apám, hogyan szeretem őt, és én azt feleltem, mint az emberek a sót. Jól van, mondta a király, majd csinálok én valamit, tudom, visszafordul hozzád az édesapád szíve. Hogy s mind fordítja vissza, arról semmit sem szólt a feleségének, hanem csak befordult a másik szobába, levelet írt az öreg királynak, s abban meghívta délebédre. Hát el is ment a levél másnap, s harmadnap jött a király hat lovas hintón. Fölvezette a fiatal király az öreg királyt a palotába, a palotájának a legszebb szobájába. Ottan már meg volt terítve az asztal két személyre.
Leülnek az asztalhoz, hordják az inasok a finomabbnál finomabb ételeket, de hogy szavamat össze ne keverjem, a fiatal király megparancsolta volt, hogy az öreg király számára minden ételt külön főzzenek, s abba sót ne tegyenek. No, ez volt csak az ebéd. Megkóstolja az öreg király a levest, merít belőle egy nagy kanállal, kettővel, de le is tette mindjárt a kanalat, nem tudta megenni a levest, olyan sútlan volt. Gondolta magában az öreg király, ebből bizony kifelejtették a sót, de a sóba főkbe már csak lesz. Nem volt annyi abban sem, mint egy mákszem. Hordták a pecsenyéket szép sorjában, de vissza is vihették, mert a vén király csak megnyalintotta, s bele sem harapott, olyan cudarsótlan volt, íztelen, volt mind a sok drága pecsenye. De ezt már nem állhatta szó nélkül az öreg király. Hallod-e, öcsém, hát miféle szakácsodban van neked, hogy só nélkül süt főz? Sóval süt főz, ez máskor mindig, felséges bátyám uram. De én azt hallottam, hogy bátyám uram nem szereti a sót. Megparancsoltam hát, hogy fejét vétetem, hogyha egy mákszem sót is tesz az ételekbe. No, öcsém, azt ugyancsak rosszul tetted, mert én erősen szeretem a sót. Kitől hallottad, hogy nem szeretem? Én bizony éppen a kegyelmed leányától, felséges bátyám uram, mondta a fiatal a király. Abban a szempillantásban megnyílik az ajtó, belépett a királyné, az öreg király legkisebb leánya. Hely, Istenem, örült az öreg király, mert még akkor megbánta volt szívéből, hogy elkergette a leányát, és azóta országvilágszerte kerestette mindenfelé. Bezzeg, hogy most a legkisebb leányának adta a legnagyobb országát. A fiatal király mindjárt kezére vette azt az országot is, és még ma is élnek, ha meg nem haltak.